Na, sziasztok! Máshova állok, mert nem akarom, hogy a turista csoportot véletlenül hozzánk számoljátok. Aztán még itten megvádolnak manipulációval. Szóval a gyülekezést ugye 5-kor kezdjük. Hát ahhoz képest, hogy csak még annyi sincs, már itt azért a Kossuth tériek már gyülekezgetnek. Ezt a pontot egyébként jegyezzétek meg, vannak a városban ilyen pontok. Alapvetően a Kossuth téren szoktunk gyülekezni, de hogyha olyan helyszínen van bármilyen történés, ami ez a Kossuth tér messze van, akkor vannak a városban ilyen biztos pontok, ahol érdemes összegyűlni. Korábbi évek tapasztalatából látjátok, itt vannak még padok is, tehát rá tudunk készülni, akinek pihenésre van még szüksége, az tud pihenni. Szóval ez itt a Ferenciek tere. Jó, mutatom, hogy lássátok, itt van a metró feljáró közel, és itt van a templom. Ezt azért mondom, hogy mindenki, aki majd a későbbiekben azt egy újabb bármilyen akciónál, tüntetésnél mondjuk, hogy akkor találkozunk a Ferenciek téri templom előtt, az itt ez. No, ugye a Momentumnak a CEU ügyben meghirdetett tüntetése az 6:30-kor fog kezdődni. Innen gyalog, hát nagyjából egy 400-500 méterre, mutatom ezt is, mert nem mindenki tudja nyilván, hogy mi az az egyetemtér. Tehát innen a Ferenciek terétől az ember elindul ezen az utcán itt, akkor elér az egyetem térig, egyenesen fogunk menni, oda torkollik be. Az egy ilyen kisebb fajta tér, jó sok beszájadzó utcával, úgyhogy oda fogunk majd átmenni. Tehát bőven ráérünk, ugye azért is írtuk ki 5-re ide, hogy legyen idő ideérni másoknak is. Tehát 5:45-kor fogunk innen elindulni, úgyhogy van még 3-4 óra mindenkinek, igazából a kiírt gyülekezési időpont csak most kezdődik. Úgyhogy várunk itt akkor mindenkit, a Kossuth térieket, na, mi volt, Évi, mert élő videóban voltam, mondja? Hogy fel kéne vennem a telefont, de szerintem veszem. Ja, még egy pillanat, jó? Úgyhogy ennyi, 3:45-ig itt vagyunk, tehát Ferenciek tere, metró feljáróból ott jöttök föl, megláttok minket, ugye szokás szerint látjátok a Kossuth tériek két zászlóját, az Európai Uniót, aminek a közepén ott van Magyarország, ugye most nem fújja, azért nem látjátok, ott pedig a magas rúdon levő piros-fehér-zöld trikolórunk, aminek a közepe távolról úgy néz ki, mintha ki lenne vágva. Valójában nem, felirat van rajta, hogy alkotmány, demokráciát, jogállamot, köztársaság, meg ilyesmi a leglényegesebb dolgok, amiket mi fontosnak tartunk. Annyit még előre, hogy remélem, és ezt reggel láttátok, nagyon-nagyon sokan, sok százan meg is osztottátok, hogy örülnék annak, ha Momentum ezt a mai napot, ha már úgyis tüntetés van szervezve, és azon több ezre lesznek, felhasználná arra is, hogy erről a világbotrányról, amelyből kiderült, hogy Orbán Viktor egy nettó bűnöző, egy nettó gangster, semmiféle miniszterelnökről itt már nem beszélhetünk, még azok sem, akik nagyon szeretnék annak látni. Tehát egy nettó gangster, aki másik országban jogerősen elítélt gangster társát állami segítséggel csempészi ki, ilyet tényleg csak nehézsúlyú bűnözők csinálnak. Remélem, hogy a Momentum nem csak szót ejt erről, esetleg azt is remélem, hogy van valami ötletük, hogy az a több ezres tüntetés az még milyen célra lehetne, ami ez ellen, a botrány ellen irányulna. Jó, ennyi volt egy gyors bejelentkezés, most kezdtük a gyülekezést itt a Ferenciek terén, 5:45-kor fogunk innen elindulni az egyetemtérre, a Momentum tüntetésére. Úgyhogy várunk mindenkit ide, szeretettel, van bőven időtök ideérni hozzánk. Sziasztok és köztársaság!